Kurva, meleg. Ha ma elkezd fújni a szél. Na, összeban az pótlásfákat tettünk el, majd függőbe állítjuk őket. De úgyis be lesz még öntözve, masszívan, lajtal, úgyhogy fog még igazodni a fa. Kettő különböző sorunk lesz, itt karcsúosót szeretnénk kialakítani. Az is van már az idősebb részen kialakítva. És a pótlásfákat is ennek megfelelően fogjuk metszeni. Ugye mindegyik ilyen szép másfél-két méter magas fa ültetés után GF alanyon állnak, és nagyon egyszerű metszésmódot fogunk rajta alkalmazni. Egy kicsit a törzsét feljebb tisztítjuk, egy 50 cm-es magasságig, 50-60 cm törzsmagasságot alakítunk ki, ott nyúlunk bele először, aztán meg a tetején, ott is ugyanúgy 50-60 cm csonk nélkül levágjuk róla az elágazásokat, és így hagyjuk a fát, majd amikor beindul a hajtás növekedése, akkor fogjuk zöldmetszéssel kiválasztani azokat, amelyekkel tovább tudunk dolgozni. Ugye 3-4 év múlva ezt szeretnénk kialakítani, 3-4 erősebb alsó elágazás van rajta, fölötte pedig csak 1 vagy 2 éves termő gajja adják a fa szerkezetét. Megnézzük őt is, gyere egész közel, egészen, és akkor csak itt a központi tengelyt mutatjuk alulról felfelé, itt van alul. Feltisztítjuk csonk nélkül ezeket az elágazásokat. Jövünk feljebb, ha ilyen törött van, azt visszavágjuk. Jövünk, hogyha nagyon konkurens van, abba belevágunk. Jó, mutasd meg ezt közelről, ezt teljesen vastagabb felfele. Nő, ezeket csonk nélkül kivágjuk, és akkor a fa felső részének is az 50-60 cm-es szakaszát szabaddá tesszük. Még egyet megnézünk, itt. Na ez jó példa. Nézd csak, itt a faiskolában visszatört, vagy megállt a hajtás növekedése, és új központi tengely, vagy új rügyből fejlődött tovább a vezérhajtás, úgyhogy ennek megfelelően az alatta levők is megerősödtek. Mindig a legfüggőlegesebbel próbáljunk menni, de itt már van benne egy törés, ezt kevésbé szeretjük, de nem feltétlenül a legerősebbre van szükségünk, hanem arra, ami legjobban folytatja az eredeti növekedés, függőleges növekedési vonalát a fának. Úgyhogy rá csonk nélkül ilyen ferdevágással visszavágunk, hogy szépen tudjon kalluszosodni, és csonk nélkül levesszük a mellette levőket is, utána pedig alul, ahogy eddig is, 50-60 centis magasságban letisztítjuk a fát, őt is kivesszük. Ha van közel, akkor még egyet megnézünk, hát a rajta is látunk valami különlegességet. Hát annyit látunk rajta, hogy felbe egy kicsit a központi tengelye is, de majd alakul ez majd szépen a fényt keresve, menni fog függőlegesen. Őt is megnézzük közelről. Nézzük meg az alját. Jó lesz, ez csak tág ez az olla. Oké, ott egy törött. Visszamatszuk, és akkor a végéről ezeket a rövideket is elvágjuk. Oké. És akkor megyünk tovább. Ő belőle is orsó. Karcsúorsó lesz, és csak azzal indítok, hogy a szomszéd fa mellől az árnyékolót kivágom. Ezért próbálunk rajta barackot is hagyni. Természetesen itt van két jó kis nyárs, ami tud teremni. És kezdett az öntözés, meg a taposás, mi? Még őt is kivesszük itt. Ha már ilyen szép fát sikerült hozni, mellőle kivágjuk, fontos múmiákat leszedjük természetesen, fontos, hogy szabadon legyen, tehát fényt kapjon a fa,
És akkor mutassuk meg őt is egész közelről, jó? Orsó lesz belőle. Gyere le, lentről megindulunk felfelé. A túlzottan alacsonyokat levesszük, konkurenseket és levesszük. Én? Itt kihajtjuk, hogy legyen fényen. Itt a következő részt, és csak töröttet levesszük. És az ilyen hegyes szögű konkurenseket kivágjuk. Őt is. Ha nem vennénk, és csak itt volt a két konkurens, az már szárad vissza rögtön. Nincs is, ahol ezek a vastagok nőttek, nincs is ilyen jó, vékony elágazás, mert teljesen kopasztítják a fának a központi tengelyét. Oké, kiválasztjuk a legfüggőlegesebb, őt nevezzük ki a legfüggőlegesebbnek, rávágunk teljesen, ne jegyünk meg, hogy úgy néz ki, mint aki le akar hasadni, nem fog, így fog gyorsan bekalusosodni, hogy ferdén, hegyes szögbe rávágtunk, gyorsan be fog gyógyulni a fa, és akkor kivágjuk a mellette lévőt is. Igen, ez így rendben van, és akkor azt mondtuk, hogy a felső 50-60 cm-es szakaszon is kivágunk mindent. Így van. Ugye olasz és spanyol barátaink így indítják az orsó őszi baraszkültetvényeket, és második évben hektáronként 20 tonnát születelnek az ilyen fákról, hogy mi is megpróbáljuk. Azért folyik a kísérlet a karcsú orsó és a két tengelyes között, hogyha majd új felületeket ültetünk, el tudjuk dönteni, hogy melyik koronaformával érdemes nekünk tovább menni. Oké, köszi. Az orsóból csak csinálunk egy másik beállítást is. Ugyanúgy feltisztítjuk a törzset 60 cm magasságig. Így a tetejét ugyanúgy kihegyezzük. Itt is 60 cm-es részt szabaddá teszek, és akkor az összes megmaradó elágazást, kivéve a nagyon konkurenseket, egy 5-6 cm-es csapra vágom vissza, itt középen. Így. Ez már egy levágott. Így tovább. Alul pedig egy 5 darabot hosszúra vágok. Ezeknek csak a végéből vágok le egy 5-6 cm-t. 1, 2, 3, 4, 5. Így. Még egyet megnézünk. Az aksim nem merül le. Oké, megvan a fókusz, úgy látom. Tehát tisztítottam, csúcsügyet nem vágtam vissza. Az oldalsókat 5-6-7 cm-es csapra vágom vissza. Nem csúcsügyben hagyom meg, mint az imént. Az alját feltisztítom. Így. És a legalsó ötöst hosszabbra hagyom meg, visszacsipem. Megnézzük, hogy esetleg egy máshogy fog indulni, vagy kedvezőbb szögállású oldalelágazások. Kedvezőbb szögállású oldalelágazások fognak-e belőle eredni a másikhoz viszonyítva. Itt pedig kísérleti célra. Ugyanaz a fajta,
a Calred-ről van szó itt is, viszont itt Y-nal fogunk menni, két mászkaros koronaformával. De, hogyha 3-4 mászkaros koronát alakítanék ki, akkor is ugyanez a teendő. A kívánt törzsmagasság szerint fogjuk megtenni az első vágásunkat. Itt a kívánt törzsmagasság olyan 70-80 cm esetünkben, úgyhogy 80 cm-nél visszavágom. Fát! És hogyha nagyon alacsony elágazás van, akkor őt leveszem. Utána nem nyúlok hozzá. Azért, mert nem tudjuk ugyanazt megcsinálni az őszi barackkal, mint egy kajszival vagy egy szilvával, hogy levesszük az összes meglevő elágazását, mert képes lenne a fa kiszáradni tőle. Magasak voltak ezek a fák, gyakran a megmaradt vesszők aljának rügyei elpusztultak, elhaltak a faiskolában, és csak a vessző felétől kijebb vannak élő hajtórügyek, úgyhogy meg kell, hogy várjuk, hogy hol fog a fa kihajtani, új hajtást hozni, és majd zölden, május-júniusban annak megfelelően választjuk ki esetünkben a két vezérhajtást, más extenzívebb rendszerekben pedig a 3-4 vezérhajtást majd zölden kell, hogy kiválasszuk. És akkor ezzel a módszerrel még megnézzük néhány pótlásfának a vetszését. Ugyanúgy 80 centi és a legalsókat levágjuk. Következő kettőt megmutatjuk egész közelről. Nézd csak előbb távolról, nézd meg, ez pont 2 méteres ez a fa. És ugye itt a faiskolában a fák 30-40 centire voltak egymásról, tehát olyan árnyékos volt az alja, látszik is a rügyeken, hogy nagyon veszedelmes ezeket levágni róla. Ezeket nem vághatjuk le alulról, mert ő nem biztos, hogy képes arra, hogy rejtett rügyből megújuljon, de itt már látszik, ha egész közel megmutatod, itt már látszik, hogy ott biztos, hogy fog hajtani a fa. Egyébként ott is, ott látszik rajta. De akkor is kockázatos oda visszavágni, hagyjuk meg hosszúra, és ott, ahol nagy lendülettel jönni fog a hajtás, ott fogjuk visszavágni zöldmetszéssel. Ezt már közelről mutatjuk. Itt. Elvágjuk. Itt. Két alsót levesszük. Itt. És meghagyunk mindent, ami rajta van. Itt is ugyanazt fogjuk megtenni. Visszavágjuk, hogyha nagyon lent vannak elágazásai, akkor őt levesszük. Itt alul nem is vágok, tehát ha nem muszáj, akkor ne vágjunk. Itt is ugyanez. Kiszabadítjuk ezeket, bár ez törött. Itt is a törötteket levágtam. Ennek meg száraz volt a vége, csak azért vágtam bele. Itt ezt a négyet megcsináljuk, és akkor... Úgy rávét a másik fogunk, hogy őt vissza is vágom. Oké. Nézzük meg őt is teljesen egész közelről, ha? És akkor utána majd megnézzük, hogy melyik rügy hogy hajtott ki. Teljesen mindegy, hogy mire vágom, csak a magassága lényeg. És akkor alsókat kivesszük. Ilyen nagy konkurens, hogyha van, őt is kivágjuk. Így, és hagyjuk az összes béket, kicsit szétpereljük őket. És csak őt is nézzük közelről. Ez a vágás törötteket is csonkra, csak ott, ahol el volt törve. Ott vágjuk vissza, hadd induljanak meg a hajtórügyek. Ugye ezzel a módszerrel, amellett, hogy biztosítjuk azt, hogy nem szárad ki a fa, azt is biztosítjuk, nézd csak közelről, hogy egyrészt visszavágtam,
leveszem a nagyon alsókat. Így. Ugye van rajta 6-8 vessző, ebből bőven elegendő lenne bármilyen rendszerhez 3 is. Lenne is rajta annyi hajtás, elég lenne ez a 3, ami a leendő vázrendszerünket kialakítja. De mivel ez mind ki fog levelesedni, ez egy sokkal jobb eredést biztosít nekünk, mert a több hajtás, több levélnek a párologtató felülete stimulálja a gyökérnövekedést. Ezért fontos, hogy május végéig nagy, relatíve nagy lombfelülettel rendelkezzenek a fák, és majd utána csökkentjük, mikor már hosszúak a hajtások, akkor nem szakítjuk meg ezt a gyökeresedés erősítő folyamatot. Jó, úgyhogy köszönjük a figyelmet, jó száraz idő van, lehet metszeni az őszi barackot.